Mi volt az oka, hogy ö, kiszálltál ebből az egészből, hiszen tudom azt, hogy, hogy nagyon szeretted ezt a szakmát, meg olyan volt nekünk is, mint egy kis család. <laughs> Most is olyan végül is, tehát szerintem ez a, az egész szakma egy nagyon kis kör, és mindig mindenki mindenkit ismer. Mi volt ennek az oka? Hát egyrészt mondhatom azt, hogy az internet, a kalózkodások, a különféle... Másolások, tehát amikor megjelent a DVD, akkor azt már lehet egy mint ahogy a zeneiparnál is a CD, az, az illegális másolások, egyrészt ezek nagyon-nagyon komolyan betettek ennek a dolognak, hogy visszaessen a forgalom, ez az egyik, a másik pedig, hogy az a stílus, ami majd, tehát forgatnék ma is, tehát jönnek felkérések, nem mondom, hogy sűrűn, de egy-egy jön, de azt, amit kérnek, én nem akarom csinálni, tehát azt a fajta, úgymond minimalista stílust, azt én nem akarom csinálni, mert ugye most ez a menő a, neten, meg hát nincs is több pénz rá, hogy egy annyi, ugye kérdezte az előbb a költségvetést, hát nyilván nem annyi egy, egy felnőtt film, ez is ugye a, pornó, meg felnőtt film szó, erre is büszke vagyok, hogy ezt én, én hoztam be Magyarországon a köztudatban, hogy nem azt mondjuk, hogy pornó, hanem felnőtt film. Szerintem kulturáltabb kifejezés, meg szalonképesebb, tehát egy felnőtt film nyilván nem kerül annyiba, mint egy nagy mozifilm, de azért jóval több. Tehát mondjuk azt mondom, hogy egy, egy ilyen... Én, amit én csináltam, a legdrágább film, az ilyen 30 millió forint volt. És az volt 2000, 2005 környékem. Igen, ugye, ugye ez a private volt. Igen, a... Igen. Tényleg nekünk egy paradicsom volt, hiszen ők nem azért csinálták a filmeket, hogy pénzt keressenek vele. Ugye a mai világban ilyen nem nagyon van, tehát szeretnénk mindennel pénzt keresni, hogyha lehet. Aztán hát... túl jól sült el a Private-nak egész addig, amíg ugye ki nem szállt belőle, és most a Burt egy külön szigeten él. <laughs> <laughs> Igen. Igen, szegény, és nyugdíj életét, gondolom, tengeti. Van egy új feleségem. Na. Jól van. Egy, egyébként biztos tudod, hogy írdatlan pénzekért csinálta a private forgatott filmeket. Igen, én ugye velük voltam szerződésben. Igen, neked volt önálló, exkluzív szerződésed volt velük. Kettő is, igen. Igen, és egy filmjük készült, ha egy millió dollárból. Hát nagyon nagy költségvetés volt, hát mi repültünk tényleg mindenhova, Ausztrália, Fülöp-szigetek, és, igazából abból a nagy részben a lábunkat lógattuk, és amikor kellett, mentünk sminkbe, tehát azért másról szólt, mint jelen pillanatban ez az hát egész. Kezdtek-e veled ez? ki lányok? Gondolták-e azt, hogy egy jó szerepért <laughs> kedves leszek Kovihoz? Nézd csak az elején, persze nálam is voltak próbálkozások, és uh, hogy nézett ki egy ilyen próbálkozás? Hát volt olyan például, amikor, ez egy konkrét példa, hogy Igen. amikor ö, egy nagyon rohadt, rossz jelentet csináltunk, de olyan mérges voltam, és ideges voltam, és ö, fogtam, kiültem, egy ilyen szép kertes ház volt, ö, szép terasszal, kiültem a terasszal, ott, ott, merengtem, hogy na ezt, hogy fogom összevágni. A többiek közben dolgoztak bent, megkészítettek elő a következő jelenetet, lámpákat, helyszínt berendezték, mert nekem meg azon járt az agyam, hogy ebből hogy csinálok egy jó jelenetet. És akkor a következő jelenetben lévő lány már szépen ki volt sminkelve, odajött hozzám, rám nézett, így letérlet, ide nyúlt, fölvidítsalak, kérdezte, és mondtam neki, hogy igen, de majd a jelenetben, amikor forog a kamera, <laughs> úgyhogy szépen, udvariasan ezeket én megtanultam visszautasítani, és akkor egy idő után már, már el is terjedt, hogy velem nem... De hát én nem azért fordultok valakivel, mert előző este kedves velem a lány, hanem azért, mert jó vele dolgozni, mert tetszik a nézőknek, meg, meg tény, tényleg jó, amit csinál. Tehát ez így elterjedt. Én tudom azt, hogy vannak olyan rendezők, meg producerek, akik szeretnek ezzel a helyzettel úgymond visszaélni. Én sose tettem azt, mert mindig azt mondtam, hogy ők a, a lányok ugyanúgy kollégáim nekem, mint, mint bárki más itt a stábból, és nem szexuális célpontok. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon boldog házasságban élsz még mindig. Hány éve vagytok házasok? 41. Az azért gyönyörű, hát akkor nem sokára kocintunk az aranynapodalmon. <laughs> <laughs> jó, benne az jó. Olyan gyorsan múlik az idő, hogy ez már tényleg nagyon lassan, nagyon gyorsan, <laughs> nagyon gyorsan el fog gyorsan. következni. Gyerek, kutya, macska? Nincsen gyerekünk, mert meg kutyánk, macskánk sincs. Nem kertes házban lakunk, ezért kutyánk. Akkor azt mondtuk, hogy nem, <laughs> de gyereket meg nem akartunk az elején, mert amilyen rendszertelen életet ez a szakma nekem megkívánt, hogy ilyen rendszerten élet, rengeteg utazás, meg sokszor hajnali hazamenetelek a forratásról, nem engedte, akkor nem, úgy, úgy gondoltuk, hogy nem, nem szeretnénk gyereket, mert, mert de, olyan az életkörülményünk, utána meg már elment az idő, és akkor így már így maradtunk. De megmondom őszintén, nem bánom. Egyáltalán nem bánom, hogy négy gyerekem. Hát végül is, hogyha azt teszed, akkor neked is annyi lányod volt, hát hiszen, a, hiszen, hiszen, olyan tényleg olyanok voltunk, mint a lányaid valahol, így az összes szereplő. Hát egy csomóan úgy szólítottatok, hogy Kovi papa. Igen. És az összes barátom meg volt volna győződő, hogy ó, oh, te csak egy csettintesz egyet, és a lábaid előtte, mert a világ legszebb női lesik a kívánságaidat. És akkor mindig, és nem, nagyon nem, nem hitték el, hogy, hogy hát egy kovi papa. Az mégiscsak kovi papa. Mesélj valami, valami nagyon jó sztorit, amit úgy gondolsz, ami, ami, ami ilyen meglepő volt kicsit, vagy ami érdekes, hogy, hogy azért lássák az emberek, hogy milyen típusú filmeket forgattunk régebben. Ah, hát rengeteg történet van, rengeteg sztori van. ezek között van sok mulatságos is van, ami utólag lett már csak mulatságos, mert, mert mit tudom én, akkor ott az ember mérgelődik, nem úgy sikerült valami, vagy, vagy mit tudom én, nem végeztünk időre. Tehát rengeteg, tehát itt, ahol sok ember dolgozik együtt, és főleg egy ilyen melót, azért ez egy ilyen belsőséges, ahogy te is mondtad, egy, Intim, intim terület, szóval itt azért rengeteg-rengeteg nem várt körülmény előjöhet. De mi volt mondjuk egy olyan de... forgatás, amire örömmel emlékszel vissza? egy Mondjál mondjuk egy olyan jelenetet. Sokkal mindegyikre gondolok, és minden filmemet nem úgy felvállalom, hanem büszke vagyok rá, de én azt gondolom, hogy a legemlékezetesebb jelenet valószínűleg az a Hát sokat hú, most, melyiket találjam ki. Nagyon szerettem minden. A foldra, vagy a, a pornóban. <laughs> <wars, gül> a, a hűtőház, meg a. a hát a, például, a, hogy mennyit számít, az ugye beszéltük azt, hogy a, az intim terület, meg az, hogy a srácok tudnak-e, meg tudják-e csinálni, amit vállaltak. Hogy az elején, amikor még rutintalan rendező voltam, volt egy olyan srác, akinek nagyon nem ment a, a dolog nagyon-nagyon nem ment, és akkor ilyenkor akkor szoktuk mit tudom én, esetleg azt csinálni, hogy kimegy a stáb, akkor magukra hagyjuk őket, akkor összemelegednek jobban, és akkor talán menni fog. lekapcsoltuk a lámpákat, kimentünk, és egyszer bekucskáltunk néha, hogy áll a dolog, és akkor az egyik kollégám mondta, hogy gyertek, már működik, 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 működik. és úgy hogy most, ha nem akarok, hogy érthető legyen, és úgy jorogni, tehát hogy és elkezdtünk szépen visszaszivárogni, bementünk, fölkapcsoltuk a lámpát, szóltam az operatőrnek, kapcsolt be a kamerát. Elkezdtünk, mintha hogy se lennénk, Úgy, úgy kezdtünk el dolgozni, mintha hogy se lennénk, hogy ez a vagyok őket. És tényleg belejött a srác, ment a jelenet, én meg a nagy rutintalan rendező beszóltam, látod, hogy én megy ez. Igen. A pillanatban vége lett, soha többet. Hát Hütő. igen, 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 emlékszem, egyszer tényleg annyit forgatunk, hogy én is elaludtam egy forgatáson. Hát igen, meg amikor a hűtőházban forgattunk, és igen. télen, mínusz 30... Én magam egy szex jelenet közben valamennyire, ja, <laughs> hiszen igen. egy óra után, igen. Hát igen, voltak az 6-7 órás jeleneteink, és itt ugye meg szokták kérdezni, hogy hogy bírja egy srác ideig, hogy végig vég kemény tudjon maradni, és akkor... Mindig mondom, hogy nem, nem kell neki 6-7 óráig teljesítőképesnek lenni, hanem csak akkor, amikor kell. Mm. Amikor forog a kamera, és amikor úgy van, hogy hogy éppen felveszük a jelenetet, igaz? Igaz. Igen. Szereti a kamerát az én kis ticám. Bejött köszönni. Úgyhogy volt sok érdekes történet, utaztunk rengeteget, mi is voltunk olyan helyeken, hogy csodálatos, Dominika, Izrael, Horváth-tengerpart, Görögország, Párizs, bejártuk ott a Párizs környékért, kastélyokban forradtunk, rengeteg-rengeteg szépen. Melyik van. díjadra vagy a legbüszkébb? Hát, mindegyik kedves az embernek. Hát ugye, te is tudod, egyszer együtt vettünk, hát két Oszkár díjat. Igen, az az Las Vegasban. Las az az Vegasban. Természetesen ugye az a szakma, a legnagyobb elismerése, tehát az nagyon, arra négy díjra nagyon büszke vagyok, de nagyon büszke vagyok arra, hogy nyert, nyertünk te is rengeteg helyen, Berlintől kezdve, Barcelona, Brüsszel, rengeteg-rengeteg helyen nyertünk díjakat, de én nagyon büszke vagyok, talán azt mondhatom, a legbüszkébb a magyar díjra, aminek az volt a neve, Szex És az jó érzés volt, hogy a magyar, magyar elismerés. Magyar, magyar, mert ezeknek mind nagy tekintélyük van, de ezt mégiscsak külföldi, ez meg magyar díj volt az Excolon díj. Igen, ugye mi történt ugye a magyar piaccal is sajnos, hogy, hogy, nem csak az, hogy a, te nem forgatsz tovább, hanem az egész magyar piac megváltozott, és ennek ugye sajnos nagy oka az, hogy a, nem is tudom, hogy mondjam el finoman, hogy ugye az egyik magyar elkezdte a másikat felüllicitálni. a szex koronának meg lett az ellen kiállítása, az ellen és mondhatjuk azt, hogy a magyar ember tönkretette a másik magyar embert, és tönkretett minden. Tehát emlékszem, megcsináltuk az erotika kiállításokat, és akkor nem akarok neveket mondani. Kontrollba jött a második, er másik erotika kiállítás is egy héten belül. Tehát De, az az érdekes, hogy a mai napig megkérdezik tőlem, hogy miért nincsen. Igen, egyértelműen tőlem is nagyon sokan. Ezt hogy látod? Hát én úgy látom, hogy abban az időszakban, amikor tényleg mondtuk az előbb, hogy az aranykor meg tényleg nagyon ment, nagy nevek voltak. Igen. És azt, azt amit te csináltál, tulajdonképpen te voltál az, aki először felvállaltad, nagy sztár voltál, sőt, Elő lettél a sztár külföldön. Hát én ott voltam elsősorban, most is Igen. ott vagyok. Igen. Tehát én az volt, ho hogy sok ilyen sztár volt, mint te, és ő, miatt a közönség, vonzottátok a közönséget, mert nem miattam jöttek be, hanem miattatok, én de egy... Ma ki mi... Én egy el kicsit, el. én ugye beszéltem kiállítókkal, és ennek azért kicsit összetettebb oka is van, ugyanis ha belenézünk egy kicsit az erotika kiállításoknak a költségvetésébe, akkor ugye ott abból kerestek pénzt, hogy kiállító standok és azoknak a kiadása, de erről majd egy másik műsorban fogunk különösen beszélni. Mit szeretnél még elmondani, ami, ami fontos része az életednek? Mivel foglalkozol most csak így? Hát, ö, segítek emberek meg abban, amit én megcsináltam az utóbbi 7 évben, hogy lefogytam 97 kilót. Mindezt magyaros ételekkel, éhező, nulla persze, egyetlen éhezés nélkül, és tudom, hogy van még rajtam egy ilyen fölösleges 10-15 kiló, de amikor elkezdtem ezt a módszert, én 207 kiló voltam. Iszonyatosan kövér, magas volt a vérnyomásom, a cukrom, fájtak az izületeim, nem tudtam menni, azt más voltam, ez mind minden jött, és én ezt elmondom másoknak, hogy én hogyan csináltam. És hogyha valakinek van kedve ugyanezt csinálni, akkor segítek neki. Megmutatom, hogy hogyan, mivel, és rémszerűen meg lehet csinálni. Én az egyik, egyik ilyen szlogen mondatom sokkal könnyebb, sokkal könnyebb, mint gondolnád. Csak el kell határozni. Bele kell vágni, meg kell csinálni, mert a mai. Ezt is szoktam mondani a mai világban, az egészség. Mindig fontos az egészség, de ma különösen. Tehát a, a, amikor ennyiféle. Betegségek igen, a vannak. szexuális egészséghez is ugye nagyon sok sok sokat köthetünk az egészséggel hát kapcsolatban. Van esély arra, hogy esetleg még forgass filmet? Ha kapsz hát... egy olyan ajánlatot, vagy szeretnél -e még ebben az iparban tevékenykedni? a rajongóit hol láthatnak viszont. Hát szokták ugye mondani, és sem mondta, hogy soha. Így van. Tehát én, én, én most én azt mondom, hogy a mai fejemben nem szeretnék forgatni, mert az, amit be kell vallani, hogy el kell mondani, amit én csináltam, arra nincs igény, amire meg van igény, azt meg én nem akarom csinálni. Vagy van igény, amit én csináltam, csak nem olyan erős, mint, mint régebben. Tehát én a mai eszemben azt mondom, hogy nem szeretnék. Én lezártam egy gyönyörű, szép időszakot, gyönyörű szép 22-23 évet, remek volt. Imádtam csinálni, de lezártam. Hogy képzeled el a jövődet? Egészségben és minél tovább boldogságban. Családdal, szeretteimmel, rokonaimmal, barátaimmal, de mondom a legfőbb, a legfontosabb az egészség, mert ugye mind tudjuk, hogy azért van családban idősebb korosztály is nálad is, és hát e, látjuk, hogy milyen fontos az egészség. Mit az Mi enszarajongóidnak? Hát... Mindenféle korosztálynak. Mindenféle korosztálynak. Igen. Szeressétek és becsüljétek egymást. Nagyon szépen köszönjük. Nincs, Nagyon köszönöm. szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A következő adásban fogunk arról is beszélni, hogy milyen a felnőtt filmezés a 21. században jelen pillanatban, mi kell hozzá, milyen eszközeitek legyenek otthonra, ha kedvetek van, hogyan vágjatok bele. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! <laughs> sziasztok! Yes.